Ki ne tapasztalta volna, hogy milyen végeláthatatlan kocsi sorok torlódnak fel rendszeresen hetényegyháza és kecskemét között a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. A település rész belváros felé, vagy épp a munkából hazafelé igyekvő lakóinak a busz sem gyorsabb megoldás az autónál, mivel ugyanúgy bent ragadnak a dugóban. A város ezért döntött úgy, hogy együttműködve a Mávval a Hetényegyháza és Kecskemét közötti kötött pályás közlekedést fejleszti. December 13-ától nem csak valós alternatíva lesz a munkába vagy iskolába vonatozás a hetényieknek, hanem egyben a legjobb megoldás. A részletekről dr. Homoki Tamás számolt be a Kecskeméti Televízió a stúdiójában. Van. Az eddigi kettő darab járatpárból, ami ment egy oda-vissza a reggeli, délutáni, illetve délelőtti órákba, egy pedig a délutáni órákban vissza, ezt munkanapokon, hangsúlyozni szeretném, hogy a hétközi munkanapokon plusz kilenc járattal felsűrítünk egy olyan járatsűrűségre, ami már az indulási időpontokat tekintve, vonzó lehet a hetényegyházi utasoknak, és természetesen annak is, aki Kecskemétről akar kijutni hetényegyházára. 10 perc alatt lehet vonattal eljutni Hetényegyházáról a Mária városi vasúti megállóba, ahonnan szinte azonnal indul majd tovább a 350-es számjelzésű autóbusz a Széchenyi város felé. A nagy állomásig 18 percet vesz igénybe az út, ami még a vonatig eljutás idejét hozzászámolva is jelentősen rövidebb, mint 40-50 perceket tölteni egy-egy forgalmi dugóban. Ráadásul a Kecskeméti Közlekedési Központ új 18 fős Mercedes buszokkal segít eljutni a Hetényegyházi vasútállomásig. Az állomásra eljutás segítő és azonnal hazajutás segítő új két buszjáratot is Elindítanak december 13-ától, és ezeknek az a lényege, hogy Hetényegyháza egy nagy kiterjedésű település része a városnak, megosztjuk a település részt két felé, hogy ne kelljen a felhordó és lehordó buszoknak végigjárni az egész települést, ezért egyik busz a Hetényegyháza hetény déli részét, a másik busz pedig az északi részét tárja fel, December 13-tól 31-ig buszbérlettel lehet igénybe venni a vonatokat, január 1-től pedig kombinált bérletet vásárolhatnak majd az utasok, amely 6%-kal lesz drágább a buszbérletnél. Az alpolgármesterrel készített beszélgetést a híradó után kiemelő című magazinunkban nézhetik meg teljes terjedelmében.